estét kívánok, köszöntöm Önöket! Március 8-a szerda van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Szeptember 8-a és 10-e között a hazai rallisport legjobbjai versenyeznek Győrben. A várhatóan rengeteg érdeklődőt vonzó első Győr rally előkészületei már el is kezdődtek. Bevált az elmúlt években alkalmazott új koncepció, miszerint regionális szinten kell gyéríteni a szúnyogokat. A tervek szerint idén Győrben és 21 másik településen is a Győrszol végzi a munkát. Szép eredményt ért el a szabadhegyi kéttanítási nyelvű általános iskola Boázis nevű csapata egy országos versenyen. A 3/4-es fiatal 99 csapatból lett a második. Ha szeptember, akkor Győr Rally. Egy hónapja saját Facebook oldalán jelentette be dr. Dézsi Csaba András polgármester, hogy szeptember 8-a és 10-e között a hazai rallisport legjobbjainak részvételével rendezik meg az első Győr Rallyt. A sportos városban újabb sportos attrakciót követhetnek testközelből a látványos autósport kedvelői, hiszen a tervek szerint többek között a belvárosban is teljesítenek majd gyorsasági szakaszokat a versenyzők. A Győr Rally előkészítése már el is kezdődött, szerdán a Városházán zajlott egyeztetés a versennyel kapcsolatban. Végre az autósport is elindul Győr városában. Ez azért nagyon fontos, nem csak a hagyományok miatt, hanem azért is, mert Győr az autógyártásnak a központja Magyarországon és Közép-Kelet-Európában is. Győr polgármestere is üdvözölte, hogy elkezdődtek az első Győr rally előkészületei. Dr. Dézsi Csaba András azt mondta, ideje volt már, hogy visszatérjen a városba az autósport. A városházi egyeztetésről a sportot is felügyelő alpolgármester beszélt a Győr Plusznak. Nagyon örülök annak, hogy egy új sportesemény lesz Győrben össze, hiszen ez egy nagyszabású rendezvény lesz. Az első győri rallyt fogjuk megtartani. Most van az első ülés, megkezdjük az előkészületeket, munkákat. Ugye a bejelentés már megtörtént, ez is nagy érdeklődésre adott számot, és nagyon sokan kérdezték, hogy ez pontosan hogy is lesz. Ugye a munkajava majd most indul el. Szeretnénk minél látványosabb versenyt itt Győrben megtartani. Tudni kell, hogy itt a városon belüli területek is érintve lesznek, tehát több tízezer nézőt várunk. Az Zalaegerszegen volt hasonló, nagyon népszerű volt, rengetegen ott voltak. Ugye kikötéseink között szerepelt, hogy a sport területén egy kicsit újítsunk, legyenek új programok, legyenek olyan programok is, amik a városnak nem kerülnek pénzébe. Hát ez is ilyen lesz. Ugye nagyon sokan kérdezték, hogy miért pazarolunk erre pénzt. Ez a városnak egy fillérjébe nem fog kerülni. Mi adjuk ugye a területet, adjuk a helyszíneket, és a győriek számára ráadásul megnézhető lesz ez ingyenesen itt a futam. Természetesen Győrön kívüli helyszínek is lesznek a településen, és ha tudni kell arra, hogy az autósport úgy önmagában nem törkortól függetlenül szerintem rendkívül népszerű, nagyon sok szakák. Népszerű. Másrészt hát itt Győrben van a világ legnagyobb motorgyára, illetve az egyetem is részben műszaki területen működik, úgyhogy nagyon sok embert fog ez érdekelni, úgyhogy látványos lesz. Hát nekiállunk a munkának, és természetesen be fogunk számolni majd győreknek a fejleményekről. A városvezetés a szakemberekkel közösen úgy alakítaná a szeptemberi versenyt, hogy a belvárosban is rendeznének gyorsasági szakaszokat. A látványos helyszínek mindenképpen így egy belső területen, valószínűleg a belvárosban fognak történni. Most fogjuk kidolgozni majd, hogy milyen helyszínek jöhetnek szóba, nyilván minden szempont figyelembevételével. Én már most előre megköszönöm a győriek türelmét, hiszen a versenyidő alatt pár órás lezárásokra biztos vagyok benne, hogy számítani kell. De azt gondolom, hogy egy évben, hogyha néha egy ilyen előfordul, és több tízezer embert érint a rendezvény, hogy tetszeni fog nekik, akkor ezt be kell vállalni. Volt már Győrben erre korábban hasonló, tehát futóversenyek során, vagy amikor az Jófnál itt volt a kerékpáros befutó a Szent István úton, akkor is le van zárva a főút, vagy amikor nyár záró koncerteket tartunk, tehát hozzá vannak már ez szokva győrik, hogy évente egy-kétszer egy kisebb kellemetlenség van, viszont azt gondolom, hogy ha itt lesz egy ilyen esemény, ami kárpótolja őket, így ez bevállalható, de a tájékoztatást meg fogjuk tenni korrekten mindenki felé, hogy milyen lezárásokra lehet majd számítani. A versenyre várhatóan több tízezren lesznek kíváncsiak, óriási vonzerő lehet a Győr Rally. Éppen ezért, ha mindenki elégedett lesz a versennyel, akár hagyomány is lehet belőle. Tudjuk, hogy korábban, hát jó 30 évvel ezelőtt Győrben volt többfajta rally futam, és itt volt egyfajta hagyománya. Én bízom benne, hogyha ez úgy alakul, és a győriek is megkedvelik, és a szervezők már most előzetesen jelezték, hogy Győr egy kiváló helyszín tudna lenni, akkor későbbiekben lehet ebből hagyomány, igen. Az egyeztetésen a városvezetés mellett a rendőrség, az útkezelő szervezet, a városrendészet, a Győrszol és az Országos Rally Szövetség képviselői kezdték el összefésülni tudásukat, azért, hogy szeptember 8-a és 10-e között minél sikeresebb rally versenyt tudjanak rendezni Győrben.
Bevált az elmúlt években alkalmazott új koncepció, miszerint nem csak Győrben kell intenzíven gyéríteni a szúnyogokat, de összehangoltan regionális szinten is. Erről volt szó egy szerdai városházi egyeztetésen, ahol a Győrszól szúnyog gyérítésért felelős munkatársa számolt be az elmúlt időszak eredményeiről. Harmadik éve zajlik a program, eddig a megyeszékhely mellett 15 környékbeli településen végezte a Győrszól a munkát, most pedig a tervek szerint újabb 6 közeli falu is becsatlakozhat a regionális szúnyoggyérítésbe. A városházán gyűltek össze a regionális szúnyoggyérítési programhoz korábban már csatlakozott, vagy most csatlakozni kívánó települések vezetői. Harmadik éve zajlik új koncepció szerint a vérszívók írtása Győrben és a térségben, remek eredményekkel és egyre kevesebb egészségre ártalmas anyag felhasználásával. A Környezetvédelmi Bizottság elnöke szerint a közös stratégia hatékony a szúnyogok ellen. Fontosnak tartottuk, hogy egyeztessük a stratégiánkat, azért, mert a szúnyogérítés kérdése, bár nekem nem szakterületem, ez sem, de biztos, hogy nem mindegy, hogy mennyi káros anyag jut a levegőbe, a környezetünkbe, illetve az egyre nagyobb teret elfoglaló biológiai szúnyoggyérítés hatékonysága, amiket Pintér Szabolcs barátom a Győrszól képviseletében rendkívül odaadással és hatékonyan végzi ezt a munkát. Tehát én meg is kértem őt, hogy egy beszámolót tartson eddigi eredményeinkről. Korábban 15 település csatlakozott be a regionális vérszívó gyérítésbe, idén pedig újabb 6 falu szándékozik beszállni a közös szúnyog programba. De a számok is a sikert támasztják alá, a helyi beavatkozások kiválóan egészítik ki a katasztrófavédelem által végzett központi gyérítést. Az első belépők, akik 3 éve kitartottak mellettünk, Vámosszabadi, Nagybajcs, Kisbajcs, ugye hozzátartozik Szőgye, Vének, és ugye részt vett itt az elejétől fogva Bőny is velünk. Nagyon szépen köszönjük, bízom benne, hogy a továbbiakban is együtt tudunk dolgozni. Következő év során, tehát a tavalyi évtől belépett számos Győr környéki település. Önnekik is nagyon köszönjük a részvételt benne, és külön köszönöm mindenkinek azt, hogy a munkánk során kivétel nélkül nők, férfiak egyaránt segítettek a területnek a megismerésébe, és abba, hogy hatékonyan tudjuk elvégezni a munkát. Az egyeztetésen elhangzott, a kémiai szúnyoggyérítés esetében másfélszeresére nőnek idén a költségek, míg a biológiai írtásnál nem kell áremelkedésre számítani. Ennek pedig a régióbeli települések is örültek, akik egytől egyik pozitív tapasztalataikról számoltak be a regionális szúnyoggyérítéssel kapcsolatban. Megnyíló uniós pályázati lehetőségek, klímavédelem, foglalkoztatási fórum, többek között ezekről a témákról beszélt konkrét című műsorunkban a Győr-Moson-Sopron vármegyei közgyűlés elnöke. Német Zoltán kifejtette, a megye települései leginkább energetikai fejlesztésekre és az utak karbantartására fordítanának összegeket a jövőben, ráadásul egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a klímavédelemre is. Uniós források hiány azonban egyelőre a kormány hitelezi meg azokat. Múlt hét pénteken egyhangulag elfogadta Győr-Moson-Sopron vármegye önkormányzatának költségvetését a közgyűlés, 2 milliárd forintból gazdálkodhat a vármegyei intézmény, melynek egy részét bérfejlesztésre fordítják, mondta Németh Zoltán konkrét című műsorunkban. A szervezet elnöke arról is beszélt, elfogadták az integrált területi program 3.0-as verzióját, melyel egy kormánydöntés után megnyílhatnak az uniós pályázati lehetőségek. Remélhetően március végén meg tud történni, akkor újabb források nyílnak meg, köztük például Győr is hozzájuthat a fejlesztési pénzekhez, mert az integrált területi programban 3 kiemelt város van, Győr, Sopron és Moson-Magyaróvár, akik önálló kerettel rendelkeznek, és most fogják tudni azokat a fejlesztési programokat konkrétumokra váltani, amit egyébként a tavalyi évben megfogalmaztak. Tehát ezek a fejlesztések is el tudnak indulni, és ugye, mint mondtam, Európai Uniós forrás sajnos mai napig nincsen, ugye mindig vannak méltatlan viták az EU-val, hát nyilván ez egy olyan kérdés, próbálnak mindig újabb és újabb feltételeket állítani, és hát az a cél, hogy gazdaságilag kivéreztessék az országot.
Németh Zoltán szerint az Unió azt szeretné, ha Magyarország feladná az elveit, amik ráadásul semmilyen módon nem kapcsolódnak a térségfejlesztési pénzekhez. Az elnök úgy fogalmazott, ez egyfajta zsarolás, de a kormány helytáll, és az uniós forrásokat a településeknek megelőlegezi. A település el tudja kezdeni azokat a fejlesztéseket, amit a fenntartható városfejlesztési stratégiában megfogalmazott, de a kormány szintjén lesz majd ez egy kérdés, hogy mikor tud visszapótlódni a költségvetésbe az a forrás, amit most a költségvetésből megfinanszíroztak. De ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mindenféle nehézség ellenére az ország költségvetési helyzete jó, a gazdaság erős, és ilyen értelemben most még nem hiányoznak ezek a pénzek, nyilván hiányoznak, de a kormány tudja biztosítani azokat a forrásokat, amiket egyébként rég meg kellett volna, hogy kapjunk, de hát bízom benne, hogy ezek a kérdések megoldódnak, és ezeket az árulásokat föloldják. A napokban megalakult a Vármegyei Foglalkoztatási Fórum a Vármegyei Önkormányzat gesztorságával. A cél a korábbi paktumhoz hasonlóan segíteni a munkaerőhiánnyal küzdő gazdasági társaságoknak. Megpróbáltuk azokat az embereket munkába állítani, akik a gazdaság számára fontosak voltak, hiszen itt tényleg munkaerőhiányról beszélünk már, úgyhogy most is ez a tervünk, hogy azoknak a gazdasági társaságoknak próbáljunk segíteni, akiknek az okoz nehézséget, hogy itt bérverseny van, hiszen itt van a szlovák és az osztrák bérek, ugye két határszakasz is itt van közelünk, két főváros is itt van, nagyon-nagyon közel, tehát az nagyon erős bérfelhajtó hatással jár, és a gazdasági társaságok versenyképességét bizony veszélyezteti az, amikor már a béreket olyan mértékben kell emelni, és mi tudunk ezeken a programokon keresztül hosszabb, rövidebb időre bérkiegészítés támogatást adni. Az egész beszélgetést szerda este 20 óra 25 perckor kezdődő konkrét című műsorunkban láthatják. Szép eredményt ért el a szabadhegyi magyar-német kéttanítási nyelvű általános iskola Boázis Fantázia nevű csapata egy országos megmérettetésen. A Matthias Corvinus Kollégium által szervezett 5. Fitkaland tehetségversenyen 99 csapatból a második helyezést érte el az iskola 3 fős gárdája. A 4. osztályos Fülöp Ákos, Kuroli Marcell és Szinágyi Botond egy elképzelt bolygót tervezett, rakétát épített, prezentációt készített, munkájukat pedig lelkes szüleik is segítették. Az energiaellátást a napelemek biztosítják, ez a rádió, és itt pedig látható a csapat logó. Elképzelt bolygójuk bázisát mutatják be a szabadhegyi iskola 4-esei. Kuroli Marcell, Fülöp Ákos és Szilágyi Botond egy Matthias Corvinus Kollégium által életre hívott határon is átnyúló tehetségversenyre nevezett, és érte 99 csapatból második helyezést. A fiatalok egy komplex projektet kaptak, mely során például egy általuk elképzelt bolygót kellett megtervezniük és maketten bemutatniuk, rakétát építeniük, kisfilmet és prezentációt készíteniük. Az előzetes anyag annyira tetszett a zsűrinek, hogy bejutottak a 10 csapatos fővárosi döntőbe. Nekem nagyon-nagyon tetszett a verseny. 99 csapat volt, 3 fős csapatok, tehát 297 gyerek közül jutottunk be először a legjobb 30-ba, aztán a második legjobb csapat lettünk a Kárpát-medencébe a magyarok közül. Hogy zajlott a felkészülés? Itt hallottuk, hogy 2,5 hónapon keresztül dolgoztatok a szüleitekkel együtt. Igen, pár héten, minden hétvégén kb. 2-3 órát eltöltöttünk különféle családoknál felváltva. És melyik volt a legizgalmasabb része itt a felkészülésnek meg a versenynek? Hát a rakétakészítés volt szerintem, mert sokat szórakoztunk is, és még a makettkészítés is izgalmas volt, mivel ugye 1-100 volt a megadott méretarány, ezért eléggé apránként csináltuk meg a makettet, és mondta is az egyik zsűri, hogy mi vagyunk a kedvencei, és ezt mi nagyra értékeljük. Majdnem a stratoszféráig repült saját építésű rakétájuk. Elkészítésében lelkes szüleik is segítettek, akik maguk is nagyon élvezték a versenyt és az arra való felkészülést.
Mind a kettő közel áll hozzám, az űrkutatás is, a barkácsolás is, a természettudományok is, és hát nagyon-nagyon élvezte mindegyik szülő a gyerekekkel együtt az egész projektet. Ugye nagyon komplex az egész, sok részfeladatból állt, nagyon sok mindent kellett megcsinálni, voltak benne fizikai kísérletek is, kis informatikai dolog is, ugye a videószerkesztés, úgyhogy nagyon-nagyon élvezte mindenki. Úgyhogy nagyon jó volt. Nagyon aprólékos és színvonalas munkát végeztek a fiatalok. A döntőn még egy rövid színdarabot is be kellett mutatniuk saját készítésű jelmezekben. A komplex projekt menedzselése és lebonyolítása nagy feladat volt a fiatalok számára, de a tehetség mindig utat tör magának. A tehetség mindig utat tör magának. Ezt a mondást ezt szinte mindenki ismeri, használja. Ez a Szabadhegyiben nem csak egy szlogen, hanem közel 30-35 éve mi ennek élünk, hogy a tehetségek kibontakozásában segítsünk. Ezt az utat a gyerekekkel együtt járjuk, ebben az útkeresésben őket segítsük. Nagyon büszkék tehetséges diákjaikra az intézmény vezetői és dolgozói, meg persze a diáktársak is. A három fiatal tovább bontogatná szárnyait általános iskolás éveik alatt, és habozás nélkül újra belevágnának egy újabb fit kalandba. Idén is hódít a Nem Luxus Táska akció, hiszen a győri nők és a férfiak, ha tehetik, mindig segítenek. A kampány lényege, hogy egy már nem használt, de jó állapotú táskát töltsünk meg női tisztasági és kozmetikai termékekkel. Ezeket gyűjtőpontokra lehet elvinni, illetve csomaggyűjtőbe ingyenesen feladni. A táskákat a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat segítségével juttatják el a rászorulóknak. Győrben a Botond utcába várják a csomagokat, ahová nőnapon egy győri multicég és néhány magánszemély is hozott nem kevés megtöltött táskát. Sminklámosó vagy bármire is jó, túlfürdőket, hajápolás, női dolgok, szájápolás, pocket, pokrém, és egy kis krém, és aloe verás krémet. Vados Edina azt mutatja, mennyi minden fér táskájába, melyet nehéz sorsú nőtársainak ajánlott fel. A Nem Luxus Táska akcióhoz csatlakozott ő is, melynek lényege, hogy egy már nem használt, de jó állapotú táskát töltsünk meg női tisztasági és kozmetikai termékekkel, ezeket pedig a rászorulóknak juttatja majd el a Máltai Szeretetszolgálat. Mindig szeretnék segíteni az embereknek, főleg a nők társaknak, és pont 8-án jöttem nőnapon. Egy táskával készültem, és benne mindenféle kedvességgel, amivel remélem, hogy örömet szerzek. Hajápolás, szájápolás, testápolás, körömápolás, sarokápolás. Mert nőnek, mindig nőnek kell maradni. Mit gondolsz magáról az akcióról? Fantasztikus kezdeményezés. A győri gyűjtőhely a Botond utca 5 szám alatt van, és akinek ma még jut ideje, az elviheti a minden jóval megtöltött táskáját. Cupi Barbara készséggel várja az adományokat. 2018 óta veszek részt az eseményen, a gyűjtésben, először magánszemélyként, aztán önkéntesként, és 2 éve azért döntöttünk úgy, hogy segítjük az eseményt, mert akkor éppen nem volt Győrben egy átadóhely, egy személyes átadóhely. Hallottam róla, mert közvetlen kapcsolatban vagyok a máltai sokkal, és éltem a lehetőséggel, hogy felajánljam az irodánkat. Nagyon örülök neki, mert nagyon fontos, hogy mi nőként tudjuk a másik nőt a legjobban megajándékozni, és mi tudjuk azt, hogy mi tartozik a napi higiéniai felszerelésekhez. Vannak olyan táskák, amit az ember impulzusvásárlóként megvásárol magának, és soha nem használ, így azt is ki tudjuk használni, és minden évben egyszer 4 hétig gyűjtünk a nőtársainknak. Mindkét kezük tele volt, rengeteg táskával érkeztek a gyűjtőpontra az egyik győri vállalat lelkes munkatársai is. Mi a cégünknél nagyon-nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a nőknek is megadjuk a lehetőséget, és ezért is gondoltuk azt, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy támogatni tudjuk nőtársainkat is. Számtalan táskát töltöttek meg így nőnapon, és azt is elárulták, hogy férfi társaik sem voltak restek. Abszolút partnerek voltak, és ami nagyon pozitívum volt, hogy nem csak a nőtársaink hoztak táskákat, hanem ugyanúgy férfi kollégáink is, illetve az ő partnereik is készítettek össze. Mi a véleményetek egyébként magáról az akcióról? Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos, és nagyon nagy segítséget nyújt azoknak, akik rászorulnak, úgyhogy nagyon szívesen részt veszünk benne jövőre is, hogyha van ilyen lehetőség. Az elmúlt években pedig az erősebbik nem képviselői is egyre többet gondolnak a hölgyekre.
Most már egyre többen hallanak, illetve akinek a párja megajándékoz egy másik hölgyet, férfiként is ajándékoz. Ők általában az az érdekes, hogy hátizsákba szokták ajándékozni a piperet dolgokat. És van olyan férfi ismerősöm, aki bement egy nagy drogéria láncba, majd utána felhívott, és azt mondta, hogy te úristen, milyen drága szépnek lenni manapság, mert ugye azért egy jelentős összeget fizetett azért, hogy egy táskát megtölthessen egy hölgy számára. Nagy örömmel tette, és azt mondta, hogy igen, le a kalappal, hogy mi ennyit adunk magunkra, és ennyit ajándékozunk másoknak. A táskákat különböző csomaggyűjtő automatáknál is ingyenesen fel lehet adni. A szervezők azt is kérik, hogy aki teheti, írjon néhány kedves gondolatot a táska jövőbeli tulajdonosának. További információkat a nemluxustáska.hu-n találnak. Ne felejtsék, a nők együtt bármire képesek. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Hölgy nézőinknek boldog nőnapot kívánok, friss információkkal pedig legközelebb csütörtök este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.